Sziasztok! Szeretném megosztani veletek a tapasztalataimat egy olyan kérdésről, ami bennem is elsőként merült fel, mikor elkezdtem foglalkozni az edzéssel, szóval milyen gyorsan fogom elérni a céljaimat, mennyi idő alatt lehet izmosnak lenni, mennyi idő alatt lehet lefogyni, reálisan. Ma már sajnos mindenki próbál egyre többet, minél nagyobbat, minél drasztikusabb dolgot mutatni azért, hogy felfigyeljenek rá, hogy megmutassa a világnak, hogy ő erre képes, és ezért megtesz bármit az egészségét is kockáztatja, de nem az a jó út. Most elmondom neked, hogy mire is számíthatsz valójában, neked nincsenek más céljai, csak magadnak szeretnél egy egészségesebb testet, egy esztétikus alkatot. Kezdjük először a dolog könnyebb részével, ez pedig nem más, mint a fogyás. Igen, a fogyás az nem egy nagyon nehéz dolog, bármennyire is azt gondolják az emberek. Igaz, azért egy pár napnál több időben fog telni leadni ezt a súlyfelesleget, amit te évek alatt építettél fel magadra. De mégis mennyi idő lesz ez? Amint elkezdesz diétázni, egy megfelelő étrendet, megfelelő edzéstervet követsz, gyorsan repülnek el rólad a kilók az elején, majd ahogy haladsz az idővel, ha azt a célod felé csökken a testsúlyod, a testzsír százalékod, egyre nehezebbé válik a dolog, de az mondható el összességében, hogy reálisan fél egy kilogrammot tudunk fogyni hetente. Szóval, ha te most 10 kg felesleggel rendelkezel, akkor az nyárra a múlté lehet. Ez azért elég jól hangzik, nem? Tudom, jobban hangzik az 1 kg, annál meg még jobban a 2 kg, és az is lehetséges lenne, de én azt mondom, hogy inkább törekedjünk a fél kilogrammos heti súlyveszteségre, azért, mert akkor a bőrünk még elég rugalmas ahhoz, kövessen változásokat, és a szervezetnek sem túlságosan megterelő ez az egész, illetve nem fogunk akkora izomtömeget sem veszíteni. Szóval ez a legideálisabb, és ez vehető reálisnak. Ennél lehet sokkal többet fogyni, illetve lehet kevesebbet is, egyik sem optimális, legyen a cél a fél kilogramm hetente, és ezt szerint kell az étrendedet, illetve edzésedet összeállítani. Amikor az izomépítésről van szó, akkor már nem hetekben, hanem eleinte hónapokban, később pedig években tudjuk mérni a változást. Itt már sokkal nehezebb meghatározni ezt a mennyiséget, amit mondjuk egy hónap vagy egy év alatt fejlődni tudsz. Vegyünk például egy 60 kg-os srácot, aki elkezd most edzeni, megfelelően követi az étrendjét, edzéstervét, ami jól összeállított, akkor az első évben könnyedén felpakolt magára 10 kg izmot. A második évben már nem ilyen rózsás a helyzet, mert akkor ennek a felét körülbelül 5 kg-ot tud növekedni, majd utána az évek előre alattával 3 év után 3 kg-ra, 4 év után 2 kilóra, 5 év után az is lehet, hogy csak évi fél kiló izomra számíthat. És most gondolhatod, hogy ugyan már hogy lenne ez így, mikor látom a képeken, hogy 2 év alatt 20-30 kiló izmot szed föl valaki. Létezik erre egy modell is, amit most láthattok a képernyőn. Nyilván ez nem egy-két ember tapasztalatai, hanem sok-sok ember vizsgálata alapján állapították meg. Mielőtt megismerkedtem volna ezzel a modellel, én már végigjártam ezt az utat, és az én tapasztalataim is ezeket az értékeket mutatták. Azért megfigyelhető, hogy elég nagy a szórás, mondjuk az első évben is, illetve utána is, az ötödik évben nem mindegy, hogy fél vagy egy kilogramm izomtömegre számíthatsz, de mi is határozza meg azt, hogy te mennyit fogsz fejlődni. Két csoportot különböztetnénk meg. Vannak, akik könnyen szereznek izomtömeget, illetve tömeget, viszont nehezen tudnak zsírt égetni, illetve vannak azok, akiknek egyáltalán nem jön fel zsír, és könnyen is tudják égetni a zsírt, viszont az izomtömeg megszerzése számukra sokkal nehezebb. Hogyha te ebbe a csoportba tartozol, mint például én is, akkor jobb, hogyha a kevesebb értékekkel kalkulálsz a modell alapján, viszont hogyha könnyen szerzel tömeget, akkor te az első évben 9 kg helyett akár 11-12 kg izmot is fel tudsz pakolni magadra. Igazából kár is tovább szaporítani a szót, nagyjából ennyi a lényeg, most már tudjátok, hogy mire számíthattok, remélem nem vettem ettől senkinek el a kedvét. Ha tetszett a videó és hasznos volt, akkor dobjatok alul egy lájkot, írjátok meg a kommentjeiteket is nyugodtan, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, ami vagy ezen az oldalon lesz látható, ugyanis meg készülök hasonló témájú videókkal. Köszönöm, hogy megnézted, sziasztok!